Karácsony harmadnapján szervezték meg Máramarosszigeten a téli hagyományok és népszokások fesztiválját. Idén 25 máramarosi falu és 7 másik település képviseltette magát a színes seregszemlén. A csoportok betlehemezési és egyéb a téli ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat mutattak be. Lovas szekéren érkezett az első hagyományőrző csoport a Máramarosszigeti polgármesteri hivatal elé. A falvak egymás után vonultak fel a történelmi városközpontban. Mindannyian hagyományos népviseletben érkeztek, és sajátos szokásokat, népi játékokat mutattak be a közönségnek. Petróleum lámpást is hoztunk magunkkal. Bukovinában így járnak a kántálok házról házra vinni Jézus születésének örömhírét. Amikor elkapja őket az éjjel a havas utcákon, meggyújtják és így mennek tovább. A fesztivál minden évben külföldieket is Máramarosszigetre vonz. Első alkalommal vagyunk Romániában, a barátaink mondták nekünk, hogy ezt a fesztivált mindenképpen látnunk kell. Nagyon színes, hagyományos, Angliában nem láttunk ehhez foghatót. Érdekes, ahogy az állarcosok szaladnak az utcán, nem tudom mit jelent, de nagyon viccesnek tartom. A fesztivált 1969 óta szervezik meg azzal a céllal, hogy a városi lakosság megismerje a máramarosi falvak téli hagyományait és népszokásait, amelyek karácsonytól vízkeresztig élnek a falvakban. Télen mindig volt alkalom arra, hogy a fonóban a falun élő emberek megismerjék az ősi szokásokat. Ezeket a szokásokat a színpadon is bemutatják, és ezért is nagyon fontos ez a fesztivál, mert megörökíti az igazi folklort és átadja azt egyik generációról a másikra. A fesztiválon kézműves vásár is volt, faragott díszeket vagy máramarosi kalapokat és batyukat lehetett kapni.